Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hogyan tovább? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Stella számára. Kedves Stella, üdvözöllek téged! Van egy férfi az életedben, te érdeklődsz iránta, szereted őt, csak nem tudod, hogy ő hogy viszonyul hozzád, a kérdés az, hogyan tovább. Lesz itt egy közös út, mi várható rád. A te jelenlegi helyzetedet itt ez a kártya mutatja. Itt ezen a kártyán láthatóak a kelyhek. A kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Nagyon sok itt a kehely, ez jelenti a mély érzelmeket. Te tényleg szereted ezt a férfit. Te itt nem testi kapcsolatról, ezekről az álmokról van szó, inkább egy család alapításáról van szó. Persze a testi kapcsolat kell ehhez, természetesen. Én inkább úgy magyaráznám el, hogy ez a biztos párkapcsolat számodra sokkal fontosabb, egy közös jövő, mint most egy ilyen rövid szerelmi történet. A tízes szám itt ennél a kártyánál azt jelenti, hogy indul nálad egy új életszakasz. Valamit lezársz az életedben, és lesznek itt újdonságok. Itt ez a kisgyermek középen mutathat egy gyermek születését, vagy az emlékeket, a te gyermekkori emlékeidet, de szimbolizál egy új kezdetet is, és pontosan ez, ami nálad várható. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a lovas férfi mutatja, és ő irányítja a dolgokat, kezébe veszi a dolgokat, és közeledik hozzád. Nem üres kézzel jön, hanem a kezében van ez az arany kehely, és az szimbolizálja a víz elemét, és a víz eleme az érzelmekre utal. Ő is szeret téged, ezt közölni fogja veled. Lesz itt egy közös út, azt mutatja ez a kép itt középen. Itt a kelyhek szintén az érzelmekről beszélnek, tehát van érzelem köztetek, megvan ez a vonzalom, de a múlt is. És a múlt elszomorít benneteket. Erre utal itt ez a három kehely, ez össze van törve, itt folynak a könnyek, ez szomorúság. Ez a férfi, vagy te, vagy mindketten most így befele néztek, és a jövő itt látható, ez a két kehely szimbolizál téged és őt. Itt nincs összetörve semmi, hanem mutatja a valódi érzelmeket. A szeretetet, a hitet, a reményt és a jövőt. De mire ez a jövő elérkezik, addig el fog néhány hónap telni. Én úgy mondanám, hogy ez az új kezdet, ez a közeledés, vagy ez a párkapcsolat, ez a nyitottság jövő év februárjában indul. De az nem jelenti azt, hogy addig semmi kapcsolat nem lesz, ő keresni fogja a közeledést hozzád, de mindig lesz egy ilyen visszahúzódás. De februártól nyitott lesz arra, hogy kialakuljon köztetek egy komoly párkapcsolat.
Milyen lépéseket kell, hogy tegyél, azt mutatják itt ezek a kártyák, azt is, hogy mi várható a következő hónapokban, november, december, január, nálad is, meg nála is. Nagyon fontos, hogy megőrizd a belső egyensúlyt. Légy kiegyensúlyozott. Azon kívül ez a kártya mutatja az igazságot, az igazságtalanságokat is. Nála elég sok igazságtalanság történt a múltban, ha itt könnyek fajnak, tehát légy megértő, hogy ő nem sieti el a dolgokat. De minden rendben lesz, jól fognak alakulni. Hunyd be a szemed, és tekints befele. Légy visszahúzódó, vagy meditálj arról, hogy mit szeretnél elérni, és őrizd meg a belső egyensúlyt. Itt még vannak félelmek, vagy átláthatatlanok a dolgok, de bízz abban, hogy ő nyitott lesz erre a párkapcsolatra, neki időre van szüksége, tehát légy türelmes, várakozz, amíg tőle jön ez a közeledés, de félelmek nélkül. Ez a szürke köd vagy felhő a félelmeket szimbolizálja, és vágd el ezt ezzel a karddal, mint ahogy őrangyal Mihály az ő kardjával eltávolítja a félelmeket. Így tudom ezt szimbolikusan elmondani, elmagyarázni, és ha átteszed magadat ezeken az érzéseken, ezeken a félelmeken vagy bizonytalanságon, akkor érezhető lesz itt ez a könnyűség, és érzed a te szeretetedet, az ő szeretetét, és egy közös utat érzelmekkel. És most megnézzük azt, hogy mi történik a következő három hónapban. Novemberben még minden olyan bizonytalan. Te őrizd meg a belső nyugalmat, a belső egyensúlyt. Decemberben átláthatatlanok a dolgok, nem tudod hogyan tovább, nem tudod, hogy ő milyen döntéseket fog hozni, de tedd át magadat a félelmeken. Az is lehet, hogy neki is vannak félelmei, légy türelmes, amíg rendeződnek a dolgok. Januárban már minden olyan kiegyensúlyozott, és látható itt ez a vidámság, lesz egy találkozás, egy közeledés, nyitott a párkapcsolatra, és itt indul egy kezdet, és február hónapban rendeződnek a dolgok. És milyen lépéseket fog ő tenni? Ennél a kártyánál anyagiakról van szó, vagy a munkahelyi dolgairól, itt kell ez a belső egyensúly. Itt nem csak pénzről van szó, pénzügyi ügyekről, hanem értékekről is, és itt kell, hogy ő valamit kiegyensúlyozzon. Nagyon sok a munkája, és az anyagi dolgok, a munkahelyi viszonyok állnak itt a középpontban, de az értékek is, hogy te értékes vagy számára, hogy ez a párkapcsolat értékes számára, ő dolgozik saját magán is, de ez idő kérdése, tehát kell, hogy türelmes légy, amire ő döntéseket fog hozni, de ezt megteszi nagy lelkesedéssel. Ő nem fogja elsietni a dolgokat, de látható itt ez a lelkesedés, ez a közeledés. És a következő hónapokban mi fog nála történni? Novemberben ki kell, hogy egyensúlyozzon valamit. Az lehet, hogy van egy ajánlat a munkát illetően, és ő elgondolkozik azon, hogy tegye vagy ne tegye, hogy legyen itt egy új kezdet, egy új munkahely,
az is lehet, hogy ő szeretne valamit alapítani, mint például egy saját céget, de egy lábon áll, és emiatt ő bizonytalan, nem érzi ezt a biztos talajt a lába alatt. Előfordulhat az is, hogy valakinek tartozik, és ez ki kell, hogy egyensúlyozza, vagy mások tartoznak neki, és ő úgy gondolja, hogy mások kihasználták őt anyagilag. Ami a párkapcsolatot illeti, bizonytalan, itt döntéseket hoz, te értékes vagy számára, de nem tudja, hogy hogy valósítsa ezt meg. Az érmék mutatják a föld elemét, azok a reális dolgok, de elgondolkozik azon, hogyan tudja ezt megvalósítani, vagy bizonytalan tegyem, vagy ne tegyem. December hónapban sok a munkája, kevés az ideje, és fontos számára az, hogy az anyagiakat rendezze, ami a párkapcsolatot illeti. Ő biztos abban, hogy te értékes vagy számára. Ez a szeretet, ez a szerelem értékes számára, de neki időre van szüksége, és nem sieti el a dolgokat, hanem arra kér, hogy légy türelmes, várj arra, amíg ő döntéseket hoz. Itt ennél a kártyánál is a föld eleme érezhető, azok a reális dolgok, tehát az, amit ő meg szeretne valósítani, azon dolgozik, hogy ez beteljesüljön. És január hónapban itt már látható, hogy közeledik hozzád, lelkesedéssel közeledik, és utalhat egy testi kapcsolatra is. Én most megkérdezném az ingát. Szeret ő téged? Igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Ha az inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, nem, ő nem szeret téged. Ha az inga megáll, akkor megállnak az események, minden bizonytalan. A válasz, igen, ő szeret téged, ahol nála problémák vannak, ami az érzelmeit illeti, az nem a jelen, az nem te vagy, hanem a múlt. Ezek az emlékek, és ezek a könnyek. Kedves Stella, így tudtam megválaszolni a kérdésedet, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!